Persze, ma is mondják, fenyegetnek, ne írd meg, nem kell a múltat fellánytorgatni. Vagy ahogy az ősi orosz közmondás mondja, ki a régit emlegeti, fusson ki a fél szeme. Csak hogy a közmondásnak folytatása is van. Aki pedig elfelejti, annak mind a kettő. Így van Hobó a darabról és önmagáról. Kommunista családban születtem a II. Világháború legvégén. Bár nem követtem az elvárásokat, valamiért ma is úgy érzem, közön van ehhez a szörnyűséghez. De ismerem azt a világot, és rengeteg embert, akikre emlékszem, akiknek egy része sosem már nem él, másrészt sok velem egykorú valakik letagadják a saját múltjukat, vagy próbálnak megfeledkezni róla, amiről egyébként nem lehet, de hozzá kell tennem, hogy még a korábbi dolgokról se könnyen tudok megfeledkezni, hiszen az édesanyámat, amikor terhes volt velem a fasiszta rendőrségen, terhes állapotában rugdosták. Még én meg se születtem, már elkezdődött az egész dolog. 1944-ben. Úgyhogy hogy ez nem úgy van, hanem hát hogy az ember kiválasztja a dolgokat, legyen az például zene, hanem úgy gondolom, hogy a dolgok választják ki az embert. Tehát rám egy igen nagy és csodálatos feladat hárult, amit cipelek, görgetem a kövemet boldogan és büszkén, pedig nehéz kő. Ez a zene és az önkifejezés, vagy a világra való reakciónak a terhe, ami ebben a gulág virágaiban, vagy a Hobó a gulágon című esben, hát eléggé nehéz, szomorú, kegyetlen és kíméletlen, de őszinte formában mutatkozik meg. Egyik foglalkozásom szerint történelem tanár vagyok, mondta. A háború és az úgynevezett szocializmus krónikája kiemelten érdekel. Úgy gondolom, hogy ha Auschwitzot annyi művészeti formában áprázolták, nagyon sokszor káprázatosan, és ugye itt elhangzanak ilyen hangok, hogy milyen sokat foglalkoznak Auschwitzon, akkor nem egészen értem, hogy ugyanazok, akik ezt mondják, miért nem foglalkoznak a gulággal, hiszen több százezer magyar emberről van szó. Nem az én kötelességem lenne, nem is az, hogy én ezzel foglalkozom, hogy megcsináltam ezt a színdarabot és ezt a monodrámát is, amit ma este fogok játszani, hanem én mindig azt csinálom, amit érzek, nem törődöm azzal, eddig se kellett ezzel törődni, mert a közönség érdeklődés és a szeretete megvéd. Nem kell törődnem azzal, hogy kinek mi a vélemény, mit engednek, vagy mit nem. A saját családomból volt, aki megtiltotta például, hogy megírjam ezt a gulag dolgot, ami a Nemzeti Színházban megy darabként. A dolgomat csinálom, ez nem tűnik nagy képűségnek. Versek, novellák, történetek, dalok, szomorúak és vidámak még a világ legborzalmasabb helyén is születnek. Ilyen hely volt a gulág, amely az ártatlan milliókat, köztük sok százezer magyart is elnyelő és megsemmisítő szovjet munkatáborok gyűjtő neve. A táborokban született művészeti alkotásokat nevezi Hobó a gulág virágainak. A darabban Vlagyimir Viszocki zenéjét használta fel. Teljes ügyben állok, minden szem látva, a mikrofonnál, mint egy szemképelő. Nekilátok a szokásos dolgoknak. Nem, ma úgy, mint a lőrés mögött. Nem tetszem a mikrofon lelkének, és mindenki unja már a hangomat. De hogyha nem, szívemből zenélek, felhangosítja a hazugságomat. Elmentem perbe, meséli Hobó, hogy szemlésüljek azzal, amivel még lehet, ami megmaradt belőle. A 36-os láger már ma múzeum, se rabok, se sírok nincsenek. Mit találtam ott, ami legjobban megrázott? Üzeneteket. Mindenhol. Ott és akkor döntöttem el, hogy csinálok valamit. Egy ukrán költő történetét elmondta a múzeum igazgató egyetemi professzor úr, aki engem mint egy ilyen bárdot, ahogy ők mondják, hogy ilyen énekes Isten csapását fogadott, mert ahogy megtudta rólam, hogy én kicsoda vagyok, nem tudom pontosan, hogy honnan. És akkor hát ott voltam 3 napig a táborban, a Permi 36-os lágerben, és ott elmondta nekem ezt a Vasil Szusz nevű ukrán költőnek a történetét, nevezetesen, aki
már régóta ott volt, és minden évben két napra meglátogathatta a feleség, ő pedig erre készülve tűhegyes szeruzával leírta a verseit, lekörmölte, összetogatta a lapokat, egy nejlonzacskóba rakta, lenyelte, majd a felesége érkezése előtti napon, felesége érkezése előtti napon lenyelte, a találkozások házában kiürítették, és lemosták, és a felesége is lenyelte. Hogy nehogy a villám ellenőrzéskor, vagy távozáskor, amikor is minden testnyilásába belenéztek az asszonynak, megtalálják a verseket, és a versek így kijutottak, és megmaradtak. Ez engem annyira megrázott, hogy igazából akkor döntöttem, hogy csinálok valamit. Ha egy részét annak, amit ott kaptam, továbbadom, azt, amit mások is megőriztek és továbbadtak, és amíg ez a láthatatlan, végtelen sor meg nem szakad, amíg önök is meghallgatják és őrzik, vagy továbbadják, addig az elhurcoltak üzenete él. Baj van, testvér. Vigyázz magadra. Minden arénát porondot utálok. A tehetségét apró pénzért tudom. Történhetnek velünk nagy változások, de régi szarba lépünk az új úton.